Az Európai Tanács elnöke nagyon fontosnak tartja, hogy Izrael és Irán elkerülje az eszkalációt a pénteki izraeli támadás után. Charles Michel exkluzív interjút adott az Euronews-nak. Nagyon fontos, hogy elkerüljünk bármilyen további eszkalációt. Elítéljük Iránt a néhány nappal ezelőtti Izrael elleni támadás miatt, de most nagyon fontos, hogy a régió országaival együttműködve próbáljuk megteremteni a stabilitást. Ehhez nagyon fontos, hogy Gázában tűzszünet legyen, hogy szabadon engedjék a túszokat, és hogy több humanitárius segélyt kapjanak. Az Egyesült Államok és az EU is arra kérte Izraelt, hogy ne válaszoljon, mégis figyelmen kívül hagyta. Ez a diplomácia valamiféle kudarca? Kérdezte az Euronews riportere. A következő napok fontosak lesznek. Valóban lehetséges, hogy visszatérjünk egy olyan helyzetbe, amelyben több stabilitást látunk. Irán veszélyt jelent a régióra, és az Irán által hozott döntés, hogy megtámadja Izraelt, példátlan. Irán elszigetelődött, és ez nagyon fontos. Azért döntöttünk úgy, hogy szankciókat vezetünk be Irán ellen. És az is nagyon fontos, hogy a gázai válságnak minél hamarabb véget vessünk. Ezért szólítjuk fel Izraelt egyrészt önmérsékletre, másrészt tűzszünetre, és arra, hogy ne hatoljon be Rafahba. Itamar Ben-Gvir, izraeli biztonsági miniszter tweetelt valamit. Lényegében azt írta, hogy a támadás kisebb jelentőségű volt. Egyértelmű, hogy vannak olyan tagjai az izraeli kabinetnek, akik azt szeretnék, ha Izrael sokkal messzebbre menne. Azt is tweetelte, hogy véget kellene vetni az arányosság elvének, ha Izrael ellenségeiről van szó. Tehát attól tart, hogy Izrael nem fejezte be a munkát? Van egy politikai vita, gondolom, a kormányon belül Izraelben. Ez egy koalíció, és ők folytatják ezeket a vitákat. De ez a mi felelősségünk az EU-ban, mint Izrael barátja az Egyesült Államok mellett, hogy tanácsot adjunk, és elmondjuk nekik, hogy mit gondolunk. Mit gondol, mi fog történni a következő napokban? Őszintén remélem, hogy a csütörtök este történtek után mindez véget ér. Remélem, hogy a gázai helyzetre tudunk koncentrálni. Gázát többször is említette. Antonio Guterres azt mondta, hogy Gáza lényegében egy pokol. Gyerekeknek amputálják a karjukat és a lábukat érzéstelenítés nélkül. Nőkön császármetszést hajtanak végre érzéstelenítés nélkül. Gyerekek sírnak az éhségtől a kórházakban. Az EU mégsem ítéli el azt, ami a gázai ártatlan civilekkel történik. Az Európai Unió részéről rendkívül egyértelműen és hangosan fogalmazunk. Szeretném megismételni, hogy nem fogadunk el kettős mércét semmilyen civil életeket érintő kérdésben. Ezért szólítjuk fel az izraeli kormányt, hogy a lehető leghamarabb kössön tűzszünetet, és tegye lehetővé a humanitárius segítségnyújtást. Nagyon komoly éhínség van. Hatalmas nehézségeket láttunk a gyermekek és a civil lakosság életében, és ez elfogadhatatlan.